pár szót arról, hogy mi is keretezi most a közbeszédet, csak mielőtt fölvezetném a következő megszólalónkat. Az EU kilépés. Szerintem mindenki hallott róla, és nagyjából minden nap hallunk róla, hogy mi is történik itt körülöttünk. És én teljesen döbbent a nálok a tény előtt, hogy az emberek észérvek mentén beszélnek erről az egészről, és hogy azt gondolják, hogy ez az egész történet majd észérvek mentén fog eldőlni. Érvek, ellenérvek, meggyőzködjük egymást. Sőt, azt is gondolják, hogy érdekek mentén, mert a legtöbbször azt hallom, hogy kell nekünk az EU, mert van, onnan jön a pénz. És kell az Orbánnak az EU, mert hogy onnan majd jön nekünk pénz, és azt le lehet fejni, amennyire lehet. El kell keseríteni csak mindenkit. Itt nem lesz erről szó. Itt szándék van. Egyetlen egy szándék. Ha akarják, kilépünk. Ha nem akarják, akkor nem lépünk ki. Itt nem lesznek észérvek. Ezt felejtse nagyon gyorsan mindenki. Itt egy nagyon, nagyon okos, ügyes, ravasz, finom hangolás zajlik, hogy most itt kilépünk, nem lépünk. Megpendítik, kicsit kiszervezik. Ha nagyon, nagyon gáz, akkor kiszervezik szélső jobbra. Itt tesztelgetnek minket. Mindenki ismeri a módszereiket. Minden, mindig így működik minden. És ez annyira vékony jég, hogy ezt nem fogják direktbe nekünk beadni egyből. Itt mindenki gondoljon erre. Itt a szándék a lényeg. Semmi más nem telik az egész. Ráeresztenek egy olyan Rogán kampányt a népre, hogy azt se tudja majd az átlag magyar ember, hogy fiú-e vagy lány. És gond nélkül sétálni fog. Ja, ez most vicces volt. Most eszembe jutott, hogyha van valaki megafontol, akkor elmondom neki még egyszer. És akkor, hogyha mondjuk indulok a miniszterelnök választáson 2048-ban, akkor 25 évvel ezelőtt mit mondtam. Szóval nem fogja tudni a magyar ember, hogy fiú-e vagy lány. Remélem, ez így rögzít veled. Szóval szándékok fognak eldönteni mindent, nem érvek. Ahogy elmondtam, finom hangolás zajlik, de van, amikor erőből lenyomnak minket. Van, amikor a magyarok egy rétegét lenyomják. És ez történt tavaly júliusban, amikor beszopatták a katásokat. És akkor nem volt kérdés. Napokon keresztül, nem is tudom, hogy volt a hír, hogy lehet, hogy a katát eltörlik. És gyakorlatilag törvény lett belőle 4 nap múlva. És hát mindenki emlékszik a hídfoglalásokra, a budapesti megmozdulásokra, és ez egy ilyen, szerintem mindenki számára egy ilyen arctalan massza volt, hogy most itt mi is történik. Egyetlen ember volt, akinek volt arca a történetben. Nem tudom, emlékeztek rá a jelenetre, amikor oda mentek a Palkovicshoz. Ott pöffeszkedett a várba, és ott vacsorázott, és akkor oda mentek, és megkérdezték tőle, hogy látja a dolgokat. És egy arca volt ennek a történetnek, és ő most itt velünk van. Úgy hívják, hogy Kolesár András, és most ő elmondja a gondolatait nektek. Sziasztok! Azt nem terveztem bele a beszédembe, de egy kicsit beszélnék arról, hogy csatlakozva Tomihoz, meg Újhelyi úrhoz. Ugye egy évvel ezelőtt, amikor felébredtem, az első dolgom az volt, hogy akkor már voltak ilyen gyakran frissülő újságcikkek, hogy mégis mi történik a határon, és arra keltem, mint mindannyian arra keltünk, hogy hát akkor átlépték a határt, és akkor kitört a háború. És egyből pánikoltam, tehát elindult az adrenalin, ilyen hamar még életemben nem ébredtem föl egyébként. És azon gondolkoztam, hogy ha ez elharapódzik, akkor én egy katonakorú egészséges fiatal ember vagyok. És ha ez elharapódzik, akkor engem is érint. És az én realitásom lehet az, ami aznap meg annyi ukrán fiatalnak a realitása volt. És ebben a pánikban döntöttem úgy, hogy akkor fogom az autót, telepakolom adománnyal, ahonnan tudok, mindent összeszedek, és megyek a határra. És tényleg célok nélkül elindultam délután 4-kor, és azt se tudtam, hogy kihez megyek, hova megyek, belőttem Tisza becset a térképre, és ahogy megérkeztem, így pont a Tisza becs mértani középpontjába, ahol a térkép lerakta a pöttyöt, ott voltam pont a önkormányzati hivatal előtt, ahol gyűjtötték az adományokat, és akkor szembesültem azzal, hogy mennyire nincsen infrastruktúrája a menekült befogadásnak. Civilek voltak, akik 3-4 óra alvással váltották egymást, és próbálták megoldani ezt a megoldhatatlan helyzetet.
És akkor ott már elég fáradt voltam, úgyhogy aludni mentem, de másnap, amikor kimentünk a határa, tényleg az volt, hogy jöttek az embersorok kígyózva. És volt, aki négy gyerekkel, meg két kékike elszatyorra a papucsban, februárban. Akkor jóval rosszabb idő volt, de éjszaka mínusz 5, nappal meg 2 fok. Úgyhogy igen, ennyit a személyes sorsokról. És akkor készítettem egy ilyen gyönyörű beszédet is, amiben nem fogok az orosz barát média meghökkentő kijelentéseiről, meg Bencsik Andrásokról beszélni, mert nem azért vagyunk itt, hogy azt a tényállást vitassuk, miszerint Magyarország Putyin gyarmata lesz-e, ha így folytatjuk tovább, hanem arról, hogy ha az leszünk, az baj. Diktátorokkal szövetségre lépni sosem kifizetődő a nemzet számára. Oligarcháink rövidtávú gazdagodása nem nemzeti érdek. Akármennyire is jól hangzik a nemzeti tőke kifejezés. Ugye tudjuk, hogy a történelem ismétli önmagát. A diktátor 2008-ban elfoglalt Észak-Grúz területeket, majd a Krím-félszigetet, később pedig Csehszlovákiát is magáénak akarta. Ja, bocs, a Csehszlovákia az Hitler volt, de értitek azért a párhuzamot, ugye? Hasonló volt akkor a nyugat hozzáállása. Adjuk meg a diktátornak, amit akar, és előbb-utóbb majd úgyis megnyugszik. Na most, nem vagyok egy okos ember, de szerintem a diktátorok nem szoktak csak úgy maguktól megnyugodni. Hagyjuk Csecsenföldet, Grúziát, a Krím-félszigetet, hát ha legyugszik az orosz medve. De kérem, nem ez történt. 22. február elején már a csapból is az folyt, hogy Oroszország mozgósít a nyugati határa vezényli csapatait. Az indok? Hat gyakorlat. Ugye ismerjük, hogy janicsáraink csupán megcsodálni érkeztek Budavárát. 480 éve nem tanultunk ebből a cselből. Nem csodálom, hiszen a politikai emlékezet szerencsés esetekben is 3 hónapig tart. Most van a Kossuth téren, ha van ez a békemenet fanfiction, ilyen békepárti megmozdulás. Messze nem olyan sikeres, mint az eredeti egyébként. De akkor beszéljünk egy kicsit a békéről. Nyilván nem lehet pontosan megmondani, hogy milyen lenne a Putyin által javasolt békeszerződés, amennyiben ma kezdődnének a tárgyalások, de azt azért gyanítom, hogy a jelenleg elfoglalt területeket nem adnák föl. És gondoljunk bele, hogy mekkora poén lett volna, hogyha 1943. októberében valaki bedobta volna, hogy legyen végre béke, azonnali tűzszünet, béketárgyalások. Oda veszett volna a mai Franciaország, Észak-Olaszország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Dánia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Fehér-Oroszország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia, Szerbia, Koszovó, Albánia, Montenegró, Görögország, illetve Ukrajna és Oroszország egyes részei. És akkor ugye nem számolom ide azokat az országokat, akik nem voltak közvetlen a náci Németország irányítása alatt, de szövetségen voltak Hitlerrel. Azt kell, hogy mondjam, nem lett volna rózsás a helyzet. Az ilyen béke nem béke. Minden országnak joga van megőrizni a területi integritását. Ukrajnának joga van a keleti területeihez, és azokat Putyin semmilyen indokkal nem veheti el. Itt állunk most a hősi szovjet emlékmű előtt, amelyet azért emeltek, hogy kifejezzék a dolgozó magyar nép háláját a felszabadító szovjet csapatoknak. Ennyi hiányérzetem van, hogy az 1956-os felszabadításnak nem csináltunk emlékművet, de remélem, hogy ezt be fogjuk tudni pótolni, mint ahogy nem maradhat majd el az a szobor sem, melyel az ukrán nép fejezi ki háláját, hogy 22-23-ban Oroszország kiszabadította a fasiszták karmai közül. De komolyra fordítva a szót, iszonyat gáz ez, amit a kormányunk csinál. Ha a békepárti Orbán gondolatmenetét rávetítjük Trianonra, akkor nem lepődnék meg, ha még keveselné is az elcsatolt területek mennyiségét. Ha 56-ot nézzük, akkor meg gyanítom, hogy Kádár Jánossal kézenfogva uralkodna azon a romhalmazon, amit a szovjet tankok hagytak maguk után. Ebben mondjuk semmi hihetetlen nincs. Ugyanis véleményem szerint, ha nem lett volna rendszerváltás, akkor Orbán Viktor most az MSZNP főtitkára lenne. Ha pedig Oroszország szülte volna, akkor az is lehet, hogy Viktor Győzövics Orbánnak hívnák, és egy évvel ezelőtt lerohanta volna Ukrajnát. Köszönöm szépen!